vagyok, és ez pedig ugye a Darksiders, mint mondtam, egyből az előző rész után folytatom is a fölvétel, csak kellett egy gyors game restart. Úgyhogy is megnéztem az előző részt, és kicsit furcsálottam a hangot, így visszavettem 5.1-ről 2.0-ás fejhallgató virtualizációra a Lazus beállításait. Ugye mert egy 5.1-es fejhallgatón van, ami tényleg 5.1-es, nem ilyen virtuális USB bekötödés és 5.1, hanem rendesen a fekete, sárga, zöld kábel kell hozzá, és a fejhallgatóba van összesen 6 hangszóró, ami annyit tesz, hogy ugye a fejhallgató előső részén, a monitor felül részén van mind a két fejhallgató párna mögött egy-egy hangszórók, nem is 8 hangszórós. Ugye van a centernek egy hangszórója, van akkor egy középső, egy basszus hangszóró, ami egy mellesleg vibrációs basszus, és van ugye a hátsó hangszóróknak a kimenete, és az AverMedia csak az egyiket tudja venni, és ugye a front oldalit fogja venni. Hát ott nem annyira szól például a szöveg, ugye, mint tudjátok, tudjuk, mindenki tudja, a center hangszóron szokott menni a párbeszéd minden mozis filmnél, vagy bárhol. Na már. Elég sokat sebeznek, mit nem mondjak. Nagyon vissza kell még szoktuk ehhez a játékhoz, mert nagyon nem megy még. Próbálok minden jobban fölzárkozni az előző tudásomhoz, de ez igazából nem nagyon sikerül. Nagyon... Hát nem gondoltam volna, hogy azért ennyivel többet sebeznek apokaliptik módba az ellenségek, mint sima módba. Viszont ez egy jó tulajdonság benne, hogy ameddig én átváltozok, vagy éppen csak a B-vel akciót hajtok végre, addig nem támadnak meg az ellenségek. Ugye kell szerezni a Chaos pontot, ugye balfönt lehet látni, hogy abban a csigába lehet összegyűjteni. Egy nagy szellőző csatornán kell végigmennünk, és akkor ebből a káosz pontból tudunk átváltozni majd erre a káosz alakra. Na, akciózzá. Na szóval, hogy ott tartottam az előző részben, mondtam, hogy írjatok kommentbe Facebookon, itt-ott-tam-ott ötleteket, hogy milyen játékokkal játszunk. Kipróbáljuk őket is, hogyha lehet belőle jó tartalmat készíteni, akkor készíteni is fogunk belőle. Ha meg úgy gondoljuk, hogy jó szórakozás, de tartalom nem lehet belőle, akkor esetleg együtt is fogunk tudni játszani, hogyha úgy van veletek nézőkkel. Ugye a Minecraft ebből ugye kicsúszik pont. De hogyha esetleg valaki botozik, akkor... Vagy ha többen botoznak innen a nézők közül, akkor esetleg csinálhatunk egy szakaszt is, akkor... És persze akkor, hogyha értik, hogy mit kell csinálni. Akkor ugye játszhatunk szakaszba is, hogyha gondoljátok.
Nem már. Ez akkora csöb ez mindig. Ez mi? Ez mióta tud ilyet csinálni? Hát ebből elég egy nyögvenyelős videósorozat lesz, az kell, hogy mondjam. Nem gondoltam volna, de tényleg. Mert ilyen nehogy ilyen halálfejeket lő rám, és ezzel így meg tud ölni. Hát ezt mondjuk nem gondoltam volna. De most megoldom, hogy rohadjál meg. Na, sikerült megölni azért. Szedjünk föl még egy kis leket, mondjuk tök fölöslegesen, de azért felszedjük őket. Majd így a adományvonalra elküldöm az 1%-át. Elsüllyed átkelő, na ezt a részt nem nagyon szeretem. Főleg azért, mert ott van már megint az a zocsmány valami. Ami ugye a normál módban nincsen. Menjél már! Menjél már, kopaszok közé hajasba bának, hát nem igaz. De most... Ennyi. Komolyan küld ilyen hülye halálfejeket és végem. Két életemet simán leszedik. Jó, mondjuk másfelet vagy egyet, de hát akkor is. Ez rendellenes. De komolyan. Nesze. Tudom, hogy tök fölösleges, de akkor is már idegesít. Kihasználok minden alkalmat, bárhányszor át tudok alakulni, mindig ki fogom használni. Mert egyszerűen lehetetlen ezt máshogy megcsinálni. Még azért annyira nem, de azért mégis. Tudok venni valamit, nem. Mert egyébként teljesen elfelejtettem, hogy azokat hogy tudom használni. Mert azt mondjuk azt az élet követ azt mondjuk jó lenne elhozni onnan. Azt tudom, hogy lesz valami ököl, amivel ki tudom ütni ezeket a kék kristályokat, ami hasonlít ugye a pirosra, csak kékbe. Ezeket ki tudom ütni, de a többire nem nagyon emlékszek. Szépen szétkaszabolom ezeket a csúnya bácsikat. Nem tudom, hogy én figyeljek a játék híreket. Mondjuk. Tudom, hogy ez nem most fog kikerülni, esetleg még a jövő. Még így szeptember. De azt tudom, hogy van ma 10-e talán. Igen, 10-e. Hogy esetleg egy 17-e környéken fog kikerülni. A mai napon láttam meg én is, hogy a Max Payne 2-höz készül a magyarítás. Nekem annyira megörültem, hogy már nem sikítoztam az órán, mert ezt szervezés órán láttam. Volt időm egy kicsit a szünetből fölmenni a netre, és láttam, nem lesz rossz. Szerintem azért elég jó lesz. Mondjuk nem éppen. Ez de utálom. Á, és felejtettem, hogy lehet ezt a hülye kürtöt berakni. Most hol van? Na, látok, most kell, egy idő kell, mire egy kis idő, itt van. A kapuhívót. Ja, hogy itt van bent, jól van. Na, öcsém. A rejtőzködőket.
Tényleg nem nehéz megtalálni őket, főleg, hogy jelzi a térkép is. Azt mondtam, az egész pálya miért nem vízből áll. Mennyivel gyorsabban lehet vízben közlekedni. Mikor folyamatosan nyomnám a izőt, a gombot, és akkor folyamatosan csak csúszna végig a pályám. Még elég hülyén néznek ide, hát akkor is gyorsabb lenne sokkal. Itt is ilyen kihívások lesznek, mint az előző részben, egyik részben, vagy egy-két részben. Úgy tudom, hogy két részt ölelt fel ez az egész kihívásos dolog, vagy ilyen arénás dolog. Most visszatámadás. Jó. Ez az, amit sokszor próbáltam megcsinálni, de egyszer sem sikerült, úgyhogy... Nem jó. Na, üssék. Most ezt miért nem számolta? De ezt miért nem számolja? Na. Ja, hogy az izéval kell megölnöm. Ezzel a visszatámadásos dologgal kell megölnöm. Na. Igazából elég nehéz pont azzal megölni. Ezeket elég könnyű azért megölni. Főleg most ugye kombók, akkor 6-8-et belecsapok és akkor... Ez most kettőt egy csapásra is került megcsinálni, vagy... Szerintem igen, de... Gyere! Na! Na ez viszont viszonylag könnyű volt. Meg egyébként így hozhatok föl témákat is, ha lenne a komment szekcióba, hogy miről beszéljek, miről ne beszéljek. Esetleg... És akkor... Szívesen válaszolok akár a kérdéseitekre is. A következő videóba. A következő videókba, már valószínűleg úgy, mint ezt is így egymás után fogom fölvenni a videókat, mert így nekem sokkal kézenfekvőbb a megoldás, hogy most felveszek egy 20-25 perces részt, lekonvertálom, lerenderelem, és akkor föltöltöm, megvárom, még a elegendő komment érkezik, vagy valami. Hanem akkor inkább felveszek így többet, és akkor így blokkonként fogok tudni csak válaszolni a feltett kérdésekre. Remélem senkit nem fog zavarni. Én is úgy vagyok, hogy inkább legyen tartalom, és akkor utána... Most így simán berepülhettem volna. Én gondolom, ti is a tartalmat szeretitek, és... Jó, mondjuk persze a... téma, amiről beszélek éppen, az is nagyon-nagyon fontos. De mondjuk nem fontos, amit a tartalom, amit veszek föl. De most ilyen csaták között miről lehetne nagyon beszélni? Igazából nem tudom. Így az előre látott tervekről nem nagyon szeretnék beszélni Gergő nélkül. Jó, mennyit kell megölnöm káosz alakba? Na most dühöngjünk egy kicsit. 30-at. Ahhoz két káosz alak kell majd szerintem. Ja nem, most. Ja igen, mindenféleképpen két káosz, óha. Ezeket hogy is kell legyőzni, már nem tudom.
ne hátráljál, buzi. Annál megint van egy ilyen medúzás valami. Mert azt tud ilyet támadni, de hol ott van? De most nem tudom egyébként most hogy kell győzni, esetleg a zivapengét beledobom és akkor úgy. Vagy nem tudom. Most meg kéne találni. Ezzel mondjuk mehet eléggé messzire, akkor is meg tudom ölni. Nehogy már 3K, 4K-hoz alak kelljen hozzá. Egyébként ezek nagyon jó arénák arra, hogy fejlesztem a kardokat. Halljál már meg! Azt hittem. Mondom, ilyenkor nem nagyon tudok miről beszélni, próbálok küzdeni, meg minden. Tudok beszélni közben, de ha lenne konkrét téma, akkor az ugye persze könnyebb lenne. Most ez nem pont nem ide illő. Ugye pont nem ez a játékhoz, hanem PD-be történt velem tegnap előtt, hogy játszottam, és ugye becsatlakoztam egy másik játékba, másik három játékos mellé, és szedtük ugye egy ékszerüzetet, raboltunk ki, szedtük az ékszereket, és az emberkék kidobták az izé elé, az ékszerüzet elé a táskát, ugye majd onnan bedobjuk az izéba. Az autóba, igen nem, de még védtük ezeket a cuccokat, meg akik még bent szedték, addig jöttek a rendőrök, és elvittek, ha jól emlékszem, két táskát, úgyhogy egy nagyon jó rablás volt. Sikerült szereznünk azért 6 vagy 4 táskát, valahogy így sikerült szereznünk azért, ami nem kevés. Azért tudtuk egy jó pár dollárt összeszedni. Gergő például mesélte ma reggel, hogy csináltak egy nem tudom pontosan mit. Valamit kiraboltak, és sikerült úgy kirabolni, hogy nem vették őket észre, és ezt mind overkillen, és valami 1 milliót szereztek vele. Ami azért elég jó pénz, mondjuk 40-es szinten azt mondta, hogy nem sokat ér az 1 millió, de én mondjuk 4-es-5-ös szinten elfogadnám. Tartsak életben egy élő, legalább egy élő volt katonát. Mondjuk amikor ott négyen csapnak egy ellenséget, az azért eléggé durva. Majd amikor így csapnak engem, és az élő katonák semmit nem tudnak sebezni. Még biztos, hogy fogok veszteni, mert azért annyira nem vagyok jó játékos. Annyira erős se vagyok még, egyelőre a karakterem nem olyan erős, mint amilyen erős lehetne, hogy ilyen Sirius féle szófordulattal éljek.
Ugye ő szoktam mindig mondani, hogy öntem nem olyan effektív, mint milyen, amilyen effektív lehetne. De legalább én töltelék szavakat használok, úgyhogy töltelék mondatokat, mert ez inkább az. Mesztek, rohadjatok meg. A családomat nem bántotta még senki. És itt valaki nem vette volna le az élőholdak a család. Élőholdakat nevezem a családomnak, úgyhogy... Ugye ezeket az élőholdakat, amiket most meg kell védenem. Én azt nem figyeltem, hogy ha ilyenkor használok valami akciógombot, hogy akkor az élőhold katonákat sebzik-e. Vagy azok is megállnak és nem csinálnak semmit. Megállnak és nem csinálnak semmit azok se. Ugye ezt már mondtam párszor a videózás folyamán, hogy ez az egyetlen egy érdekesség a játékban, hogy amikor akciót hajtok végre, akkor ugye nem támadnak meg a szörnyek, ezért is jó, hogyha esetleg kevés életed van, és már nagyon lefáradtál, nagyon sokat küzdöttél, akkor gyorsan van pár másodperc idő, de hát gondolom, hogy mi legyen a következő lépésed, ugye egy ilyen akciógomb lenyomása után. Azt hiszette, hogy itt a Jani. Bilincsétlen egyébként nem ajánlom a játékot, mert nekem nagyon nehéz volt hozzászokni, nagyon, nagyon furcsa vannak, ugye ez Xbox-ra van átadottálva a játék, úgyhogy eléggé komplikált billentyű kiosztást kapott a játék alapból. Úgyhogy nem igazán ajánlom, mert nem éppen élvezhető. Én szerintem joystickkal úgy nagyon nagyon jól meg lehet csinálni, most én például egy PS2-es joystickkal játszom, ugye van nekem itthon egy átalakítóm. És azzal igazán élvezhető, bár kell hozzá egy X360CE emulátor. Vagy hát CE controller emulátor. Aminek esetleg, hogyha valaki nem tudja a beállítását, akkor írhat akár, és akkor ezt meg tudjuk beszélni. Tudok neki segíteni, vagy esetleg át tudom küldeni azt, amit én használok. Vagy hogyha igény van rá, több ember jelzi, hogy neki kellene, akkor akár föl is tudom tölteni valahova, és akkor az enyémet tudjátok használni. Ugye nekem úgy van beállítva, mintha egy rendes Xbox joy lenne, gondolom ez egyértelmű. Nekem így volt logikus beállítani, mondjuk bárhogy be lehet, akár kormányon is lehet játszani a játékot. Na igazából ez elég jól sikerült, ugye 5 megmaradt a 6-ból. És akkor ismét jelzem, hogy akinek kell az emulátor program, akkor az írjon leírás, és akkor esetleg a következő videóban föl fog kerülni a leírásba a letöltő linkje ennek a fáj csomagnak. De itt el is kell köszönöm tőletek, ugyanis lejárt a felvételre szánt keret. És a következő részig is, sziasztok!